A mai sajtótájékoztatónak két témája van. Előjáróban engedjék meg, hogy néhány adatot közöljek a Tárki tavalyi évre vonatkozó elemzéséből és jelentéséből. Egyértelműen látszik, hogy az elmúlt három év gazdaságpolitikája és társadalompolitikája, amit a kormány képvisel, az Magyarországon növelte a jövedelmi egyenlőtlenségeket. Ma Magyarországon 1,7 millió olyan ember él, akinek az egyfőre jutó jövedelme nem éri el a 66 ezer forintot. Ahogyan a Fidesz az elmúlt három évben kialakította a saját maga korlátlan hatalmát, minden jogszabályi eszközzel és döntésével ezt igazolta, eközben Magyarországon nőtt a szegénység kockázata, ugyanis a jelentés egyértelműen rámutat arra, hogy nem egyszerűen csak a szegény még szegényebb lett, hanem tágult is ez a kör, megjelent a dolgozói szegénység, aki eddig azt gondolta, hogy tisztességes munkáért járó bérből meg tud élni, az ma már ezt nem tudja biztosítani. Ebből adódóan a szegénység kockázata elsősorban a gyermeket vállaló és a nyugdíjasok körében nőtt meg leginkább. Ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani bevezetőként, mert hogy ez az a két társadalmi csoport, amely leginkább kiszolgáltatott. Ebből adódóan minden megélhetési költségre vonatkozó kormányzati intézkedésnek ezen a szemüvegen keresztül kellene megvalósulnia. Az első ilyen téma, ez a közösségi közlekedés és a utazási kedvezményeknek a megszüntetése. Ma már egyértelmű, minden egyes sajtóorgánum foglalkozott ezzel, hogy május 15-től a 65 éven fölüli nyugdíjasok, akik ezedig a jogosultságot életkorukkal, eltöltött munkaviszonyukkal megszerezték, pótjegy fizetésére kötelezettek. Ez azt jelenti, hogyha megnézik a MÁV-Start honlapján, akkor 5 kilométerig lehet ingyenesen közlekedni ma egy 65 év fölötti nyugdíjasnak, 5 kilométer után 100 kilométerig 150 forintot kell megfizetni. Éppen a mai hír, hogy ugye a Nyugat-Dunántúlra vonatkozó járatoknál, ahol a MÁV és a Gyesev közösen tartja fönt a vonalat, ott duplán kell megfizettetni a pótjegyárakat. Vita zajlott ebben az országgyűlésben, hogy áremelése ez vagy sem. Ugye minden egyes jegynek az a velejárója, hogy valamiféle szolgáltatást biztosít. Minél magasabb szintű pluszjegyet, pótdíjat akarnak bevezetni, ahhoz magasabb szintű szolgáltatásnak kellene párosulnia. Így van ez a helyjeggyel, amelyet ugyanúgy eddig is megvettek a nyugdíjasok, ám csak ezt az egy költséget fizették. Ma minden minőségi szolgáltatás nélkül évi 800 millió forint bevételér, szeretném mondani, hogy a MÁV 800 millió forint évi bevételt tervez, ezért megszünteti a 65 év fölötti nyugdíjasoknak ezt a típusú szerzett jogát és kedvezményét. De ami szintén ide tartozik, ugye ez a gyermekeknek az utazási kedvezményére, ugye 3 éves kor alatt jár az utazási kedvezmény, ugye ez eddig 6 éves korig volt biztosítva, ami ennél is szebb, hogy a 3 éves kornál idősebb gyermek, amennyiben az édesanyja ölében ül, akkor is köteles pótjegyet váltani, pótjegyet fizetni. A másik ilyen téma, ez a szociális temetésnek a kérdése. Szóval önmagában az, hogy a belügyminiszter egy ilyen koncepciót, majd egy törvénytervezetet benyújtott, ez maga az arcátlanság. Ez az a kérdés, amelyet nem a tekintetben kell megbeszélnünk a parlamentben sem, hogy kormány és ellenzéke hogyan és miképpen kívánná módosítani, javítani ezt a törvénytervezetet. Ez úgy, ahogy van, vitára méltatlan és elfogadhatatlan. Ha egy államnak és az állampolgárának van viszonya, kötelezettsége és joga egy demokráciában, akkor az is az állam felelőssége, hogy vannak helyzetek, vannak pillanatok, amikor a társadalmi szolidaritásnak ugyanolyan elemi erővel jelen kell lennie. Hogyha egy szociális temetés koncepcióját, sőt ma már benyújtott törvényjavaslatát vesszük alapul, akkor azt mondjuk, hogy csak egy vízválasztó van, az emberség és az embertelenség. E között kell választani. Meggyőződésem, hogy nem lehet olyan politikus ma Magyarországon, aki utóbbit szeretné választani, hogy szociálisan
hátrányos helyzetben, szegénységben lévő társadalmi csoportok, és itt utalnék a Tárki adataira, 1,7 millió emberről beszélünk ma Magyarországon, ezeknek a döntő többsége nyugdíjas. Ha ezek között bárki az utolsó útjára kísérné szeretteit, akkor személyes szerepvállalást kellene, vagy hozzátartozóját megkérni, hogy vállaljon részt azért, hogy ingyen történjen meg a temetés. Ez méltánytalan, elfogadhatatlan, ezért nem is akarunk róla vitatkozni. Azt szeretnénk kérni, hogy a kormány ne nyújtsa be, ne vegye napirendjére, vonja vissza ezt a törvénytervezetét, és olyan megoldást dolgozzon ki, amely nem a temetkezést, nem a temetést, hanem a rászorultságot, az alanyi jogot érvényesítse. Az egyént támogassa abban, hogy az utolsó útjára való szeretteinek a kísérésében ne plusz terheket vegyen még a vállára, csak azért, hogy a végtisztességet megadhassa. Ezért a Magyar Szocialista Párt, ahogy 2010-ben, ugye a javaslat mellé, tehát a mostani kormányzati elképzelés mellé egy önálló javaslattal fog élni, amely a kegyeleti járandóságnak az intézményét kívánja bevezetni, amelynek az érintettje maga a személy, nem pedig maga az aktus, a temetés.